Utolsó dolog, mert hogy közpénz érintés egy mai hír, uh -huh. az átlátszó írta meg, hogy 264 millió forintba került azon három tavalyi útja, amire egy holland luxus magángéppel repült. Miért volt erre szükség? Hát nyilván az ő odaérjek, nem tudom, hogy milyen utakról van szó. Ez értem, hogy külső szemlélő számára az egy érdekes kérdés. Hogy hát kop, a 264 millió forintba került, az valóban Az a helyzet, érdekes, hogy ez nekem egy nagy technikai össze. kérdés. Nekem megmondják, hogy hova kell felszállnom, hogy holnap reggel hajnalba hol legyek. Na most, amikor Ezekre a szegény honvédségi gépekre is mondják, hogy luxus jet. Most nézze, el akarok panaszkodni, mert nem kergettek a gyerekkoromban az asztal körül azért, hogy üljek fel egy magángépre, tehát hogy is mondjam, van megfelelő értékítéletem, de, de ezek nekem nem abból a szempontból fontosak, hogy hogy néznek ki, vagy mi van bennük, mert nem tudom bennük kihúzni magamat, tehát nem akarok panaszkodni, mert nem, nem, azért mondom, csak azt akarom mondani, hogy ezek nekünk munkaeszközök. Tehát nem szórakozni, nem haverokhoz, nem nem tudom én hova járunk vele, hanem dolgozni. És biciklivel nem tudom megjárni Budapest, New Yorkot úgy, hogy elindulok vasárnap éjjel, a gépen, megcsinálom programot, és hazajövök úgy, hogy kedden hajnalban már itthon vagyok. Jó, de megértő, hogy, ez hogy nem felvetődik azért a kérdés, mert hogy a annak is utána járt, hogy, hogy mennyit költenek a honvédségi repülőn utazó... Delegációk internetre, ételre, itara, ön lett a rekord. Az hiba lehet, ilyen? Az mi? egyik hát én... kairói útján 5,5 ,5 millió forintot de... költöttek ételre, itara, és 7 millió forint ért internetre. Igen, de, internet Igen, ezt, de ez, ezt azért nem értem meg, ezt én is olvastam, de azért nem értem meg, nem, én, mert én tudom, hogy mit teszünk. Tehát ott azon a cácán van. Hát két... drágán ezek, hát, szerint, hát de nem tudom, De van két millió zsemle, millió. Van, van néhány szelet szalámi, van paprika paradicsom, tehát ha én azt a Dunakeszi piacra, én azt mondjuk egy- két ezerből megoldom. Jó, tehát akkor ez, hol van a. A... fogalmam sincs. Én, nem tudom, mit hova könyveltek. Ki 8, hova 8, Azt tudom persze, hogy ezen a repülőgépen egy komplet üzleti delegációval utaztunk együtt, mert vittünk egy csomó üzletembert egy üzleti fórumra. Akkor is sok. Nem tudom, hogy hogy jött ki, nem tudom, mit hova könyvelnek, nem tudom, hogy zajlik utána a kettőkével. Majd utána járunk, csak még egyszer mondani, azt akarom mondani, hogy ez nekem nem poén, nem luxus, nem, hogy is mondani, nem, nem szórakozás, amit csinálnak, hanem elmegyek, hogy dolgozzak, meg visszajövök. És aki ezt ennél gyorsabban meg tudja csinálni, ennél kevesebb külföldön tartózkodással, akkor az előtt tényleg, tényleg le a kalappal. Én nagyon kevés helyen alszom ott egyáltalán külföldön, mert inkább éjjel megyek, napközben dolgozom, éjjel hazajövök, hogy másnap megint Tehát szóval csak annyi méltányosságot szeretnék kérni, hogy ez így elsőre a nem tudom én milyen monitor újságírójától tök jól hangzik. Tehát egyszer próbálja meg! Ez az Próbálj átlátszó volt egyébként, és az tulajdonképpen az adatigényléssel az a külügyminiszter. Nyugodtan igényelhetik, mert mindent tud adnunk, mert nincs mit nincs, szégyelnünk. Köszönöm. Tehát tavaly 540 ezer kilométert repültem, és 800 órát töltöttem a, a levegőben. Meg lehet próbálni. A Nem tudom én kinek az újságírója. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm, hogy itt volt.